kezdődik az én mesém. Egyszer volt egy gazdaság, benne kakas az uraság. Tyúkok, libák, jó barátok, a macskák is jó pajtások. Néha a gazdasszony Mariska ezt a nyugalmat megzavarta. Ha megjelent, eltűnt egy-két egyed, kit Mariska nyakon csípett, s elvezetett. De enni sokat adott, nem érezték, hogy rabok. Békés élet, csend élet, mindenki boldog, úgy hinnétek, de ő itt bodri, jámbor lélek, kopott bundás, öregecske, beteges, szomorú, mert úgy érzi, ő már teljesen felesleges. Ez itt ő, a nagy menő, cifra tolla semmire kellő. Nem barátja bodrinak, nem szereti, még kutyába sem veszi. Egyik szép nap délután betkesen sétált a ház udvarán. Kukurikú! Kukurikú! Csodálatos sarkanyúcs ez a gyönyörű tolla! Szépség tündökön róla! Megint de ingyen élő mi haszta? Mielőtt borháimból egy is rámborna. Jaj! De mi történik egy nap? Tragédia! Erre lopózik három róka fia! Felfordul a baromfi sereg, mindenki rohan, s kesereg. Vajon mit csinál bodri? Bundáját nem félti? Ő lesz ki az udvart, megmenti? Tyúka, libák, jaj, de jó! Itt van a sok ennivaló? Az a kakas kell nekem! Belőmet teleteszem! S bár kopott bundás, öregecske, beteges, de egyáltalán...